hogy valami hív. Szembe csuk, vezet majd a szív. Jobbi, te sem lehetsz negatív. Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szél. Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér. S bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál. Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széllyel. Fúj de, fúj de. Minden kis bánatom, kiarítom az ablakon száll a széllyel. Nem kell. Fújd el. Nekem nem kell. Fújd el. Nekem nem kell. Az élet többet ígért, valamit valamit. Most eldől mennyit ér. S bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál. Minden kis bánatom, a tenyeremből szórhatom szerte széllyel. Vendégem a stúdióban Bigai és Roy, sziasztok! Sziasztok, szép estét! Elképesztően jó kedven és csillogó szemmel érkeztetek hozzánk, hát gondolom ez a 25 év barátság azért ezt mutatja, hogy tényleg még mindig igazán jóban vagytok. Azt áruljátok el nekem, hogy miért kellett 25 évet várni arra, hogy végre egy ilyen közös dallal együtt megjelenjetek? Hát mi kérünk elnézést először is. Elfogadjuk. Hát ráadásul arról is mi tehetünk, hogy mi úszok az időt ideig egyébként. Egy zenekarban kezdtünk, én akkor még voltam 14-15 éves, Roy volt kb. 18. És hát nagyon-nagyon jó időszakban találkoztunk, és ez nagyon-nagyon kedves időszak az életem, legalábbis én, ahogy visszatekintek, nekem a zenei szocializálódásom hajnalán ez egy nagyon fontos időszak volt, hogy milyen zenéket hallgatok, milyen zenéket fogadok be, milyen zenéket hallgatok otthon. Az első saját zenekarom szakközépiskolában találkoztam Varga Bandi barátommal, és megbeszéltük, hogy mind a ketten gitározunk, azonnal alakítsunk zenekart. 3 perc múlva meg volt a zenekar, úgyhogy énekesünk nem volt, akkor én még nem énekeltem, csak gitároztam, de azt nagyon hangosan és rosszul. Nyilván mostani szemmel, de akkor azt gondoltam, hogy egy picit Jimi Hendrix is vagyok. Énekest kerestünk, úgyhogy Pomázon próbáltunk a dobosunk családjának, a szegény családjának a garázsában, ahol a mi dobosunk, a zenekarunk dobosa mondta, hogy van egy énekes barátja, aki senkihez nem hasonlítható hangszínnel és attitűddel énekel. Ő volt Roy. Szerintem igen, akkor itt rólad van szó, és azt is mondjuk el, hogy ez a Shakers nevű zenekar volt a 90-es években. Roy, te hogy emlékszel? The Shakers, bocsánat. Akkor még 4 éves lehetem nagyjából. Hogy emlékszel erre az időszakra? Nagyon klassz időszak volt nekem, egy gyerekkori barátom lakott Pomázon, és én nagyon sok hétvégét ott töltöttem nála, és ő is ismerte a Pásanyit, aki a Shakersnek a dobosa volt, és egyszer beajánlott ebbe a zenekarba, ahol a Biga már benne volt ebbe a zenekarba, és én nagyon-nagyon örültem. Hát hasonló zenéket hallgattunk, meg szerettünk, főleg ilyen Buddy Holly is. Furcsa volt egyébként a zenekarnak a repertoárja, mert ezeket a nagyon táncolható ős rock and rollokat játszottunk egyébként, igen, tehát volt itt mindenféle kavalkád. De ugyanakkor YouTube meg Sting is ugye volt a repertoárban, ami egy picit azért más. Nyilván ezek voltak a kezdetek, mint ahogy mindenkinél egyébként, tehát mindenki valahogy ezekre dolgokat kezdte. Mindenki Beatles és Stones játszott és Zeppelint és egyáltalán. Aztán nyilván elsodort minket az élet, és jártunk mi mindenhol. Én bejártam a világot, arról, hogy megváltotta a világot, és hatalmas sztárok lettek itthon, és én ennek nagyon
nagyon-nagyon örültem, mert hát abban az időszakban egyébként 98-ban jöttek ők a köztudatba, mint Roy és Ádám formáció, ami egy olyan szintű felüdülés és arconzuhanyzás volt gyakorlatilag a magyar könnyűzenének, és annyira kellett már a 90-es évek mélypontjából egy ilyen felüdülés, hogy én ütöttem a levegőt gyakorlatilag az öklömmel, hogy végre vannak ilyen zenekarok, akik ilyen zenéket tudnak írni és ezeket eljátszani. Úgyhogy amikor én itthon voltam éppen a külföldi eltáv, hosszú eltávok után, akkor mindig valahogy ellátogattam egy ilyen Roy és Ádám koncertre, és nagyon örültem nekik. Ilyenkor mindig megbeszéltük, hogy már csak a múltunk, saját múltunkra való tekintettel, és annyira járna már nekünk egy közös dal. És végre itt van a dal. És végre itt van a dal. Amihez klip is készült, és ti szerettek barátokkal dolgozni, ugyanis indián volt ennek csak a, így lehet. A klipnek a rendezője. Meséljetek ezt, hogy találtátok ki, milyen volt a forgatás, mennyire volt ez munka, mert én azt érzem, hogy titeket a barátságotok és ez a lendület visz előre, és gondolom, hogy ez indiánnal is így van. Nem éreztük ezt munkának szerintem, abszolút. Hát igazából egy ilyen klipkészítésnél a munka az mindig, én azt gondolom, hogy mindig az előkészület, ami sokkal nagyobb munkát igényel, hogy Kisáronnak köszönhető és a Lost Sticky Picturesnek, hogy összehozták ezt. Nagyon komoly előkészületek, az autó beszerzése például ennek a klipnek a kapcsán, összeszervezni a szereplőket, hogy gyakorlatilag mi lesz a rendezői munka, hogyan lesz a forgatókönyv, mi lesz az egész napi menet, oda szervezni mindenkit, az összes, gyakorlatilag az outfittünktől kezdve minden, ahogy ki fog nézni az egész. Majd amikor elkészül az egész is fel van véve, és az le van koordinálva nyilván a klip forgatás napján, utána nyilván van egy nagyon komoly utómunkázás, ezt is az Áron végezte el. Úgyhogy a végeredménnyel én nagyon-nagyon elégedett vagyok. Nagyon ritkán van olyan, hogy én azt mondom mondjuk az első vágásra, hogy gyerekek, ezen is működik. Igen, tehát gyakorlatilag a Lost Sticky-nél már ezt megszoktam, hogyha velük dolgozunk, akkor nagyjából az első snittekre van. Valahogy lehet, hogy jó ízlésük van ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy mi nagyon meg vagyunk elégedve. Én azt az érzést szerettem volna visszakapni látványban, mint amit hangványban megkapok ettől a daltól, azt a nagyon-nagyon belelazulós, beleülős, beledőlős, és sikerült ilyen nyugit és relaxet, igen. Figyeljetek, akkor 25 év után itt van az első ilyen közös dal, akkor a The Shakers után. Mi a következő, gondolkodtok azon, hogy ez ennyire jól sikerült, és ennyire imádtátok a klipforgatást, és itt is befejezitek egymás gondolatait, hogy akkor mikor jön a következő dal? Hát jó sikerül a Puskás Ferenc stadion. Egy újabb világslágere. Hát egyelőre ezt a dalt szeretnénk jó irányba elvinni, meg szeretsék az emberek. Aztán, ha lesz nyilván felkérés, akkor, vagy akár ilyen koncertre való felkérés, akár mind a kettőnk zenekara ilyen közös koncertet csinálni, aztán meglátjuk, hát még bármi lehet ebből. Egyébként tényleg semmi nincs kizárva. Az összes ilyen kollaboráció, ami életemben eddig volt, az összes ilyen együttállás, fúzionálás kapcsán mindig megkérdezték, hogy lesz-e következő. És soha nincs kizárva, mert bármit hozhat az élet. Ahogy nem volt benne a pakliban, az sem, hogy ezt most véletlenül összehozzuk. Hát hiszen 25 éve beszéljük, hogy összehozzuk, és nem hoztuk össze eddig sem, mert mindig volt macska köröm fontosabb dolog. Nyilván egy csomószor én nem értem rá, arról nem ért rá, mindig mással vitt az élet. És aztán egyszer csak összehoztuk. Tehát a következő is nagyjából ilyen cipőbe fog járni szerintem. Egészen biztos, hogyha úgy alakul, akkor rajtunk nem fog múlni. Én szívből remélem, hogy nem kell 25 évet várni a következőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk. Mi köszönjük szépen.